Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. Ennél a jóslásnál egy hármas kapcsolatról van szó. Amikor van egy harmadik személy a háttérben, mert ő például még házas, vagy a volt társa, vagy a volt társnője még befolyásolja az eseményeket. Itt bal oldalon a harmadik személy képei láthatóak. Itt, hogy ő hogy viszonyul ehhez a férfihoz, vagy ehhez a nőhöz. És itt láthatóak a te kártyáid, és az is, hogy ő hogy viszonyul hozzád. Először megnézzük ennek a nőnek, persze ez lehet egy férfi is, ennek a gondolatait. Itt a harmadik személyről van szó. Itt ez a virágcsokor jelenti azt, hogy szeretne valamit megszépíteni. Például a külsején, vagy a környezetükben. Ez a virágcsokor, ez lehet egy meglepetés, vagy egy ajándék is. Az is lehet, hogy megszépíti a külsejét, és lesz egy meghívás, vagy egy ajándék, hiszen ez a hölgy, de mint mondtam, lehet egy férfi is, szeretné őt megtartani. Most megnézzük az ő érzelmeit. Itt a hajó jelenti a reményt. Ő reménykedik abban, hogy ez az ötlet sikerülni fog, és ő ott marad mellette. Ez a hajó lehet egy utazás is, például, ha lesz egy meghívás, vagy szeretne vele együtt elutazni valahova, és abban reménykedik, hogy akkor javul köztük a helyzet. Mit fog tenni? Itt láthatóak az utak. És ez azt jelenti, hogy odafigyel az eseményekre. Ha ez a férfi kedves hozzá, közeledik hozzá, lesz egy utazás, akkor tudja azt, hogy együtt maradnak. Lesz egy közös életút. Ez lenne az egyik irány. Viszont, ha ez a férfi elutasító, akkor tudja azt, érzi azt, hogy egy másik irány lesz, és változások, döntések lesznek. Ez a férfi, mondjuk a te lelki társad, hogy áll ehhez a nőhöz? Hogy gondol erről a kapcsolatról? Vagy mi a gondolata vele kapcsolatban? Itt a gyermek látható. Lehet, hogy vannak gyermekek, és a gyermekek fűzik össze őket. A gyermekek miatt marad ő ott ennél a nőnél. Persze a gyermek lehet egy új kezdet is. Ő tudja azt, a nő akar egy új kezdetet. A gyermek az jelentheti az áltatlanságot, vagy azt is, hogy ez a férfi olyan kicsit naív, mindent elhisz, amit ez a nő közöl vele. És hogy érzi magát ebben a kapcsolatban, hogy érzi magát ezzel a nővel? Itt van a szikla, megvan a hideg-rideg tartása. Ez olyan kettőjük között, mint egy fal. Nincs meg a közelség, nincs meg a melegség, vagy a bizalom. Mit fog tenni? Itt látható a könyv utal a titkokra. Tehát ez még egy nagy titok, mert nem beszél nyíltan a terveiről, de ez a könyv itt azért nyitott, hogy idővel majd nyitott lesz arra, hogy megbeszélje vele a terveit, vagy közölje azt, hogy mit akar, ez eltarthat a téli hónapokig. Hogy gondol rád?
Itt ez a lovas férfi jelenti a mozgást. Ő ugrik feléd, itt előre mennek a dolgok. De ez a lovas férfi lehet egy másik férfi is, ebben az esetben ő féltékeny rád. De nem biztos, hogy így van, mert ez a kártya jelentheti azt, hogy előre mennek az események, ő irányítja a dolgokat, közeledik hozzád. Mit érez veled kapcsolatban? Itt megjelenik a ház, megvannak az alapok, sőt, azt is érzi, hogy itt lesz egy közös otthon. Hogy gondolj erről a hármas kapcsolatról a te gondolataid? Itt a kutya jelenti a hűséget. Megbízol benne, tudod azt, hogy ő hűséges hozzád. De a kutya jelentheti a barátságot is, hogy úgy gondolod, hogy jelenleg jobb lenne úgy barátilag kezelni a dolgokat, amíg ő döntéseket hoz. Vannak esélyek, kell egy kis türelem, hiszen a fának is időre van szüksége, amíg gyümölcsözik, de kialakul köztetek egy stabil párkapcsolat, hiszen a fa ezt jelenti, ahol mindketten le tudtok gyökerezni. Ő is így érzi, hiszen itt vannak az alapok hozzá. A te érzelmeid, itt vannak az udak. Te érzed azt, hogy ő útban van hozzád. De az udak itt jelenthetik azt is, hogy fontos, hogy ő döntéseket hozzon. És ez a döntés szerencsét hoz számodra. Mit tegyél? Hogy viselkedj vele? Itt ez a férfi látható, mondd ki, mutasd ki, hogy mennyire fontos számodra, hogy felnézel rá, hogy vele együtt szeretnél lenni. Mert ez a férfi szeretné megkapni a megbecsülést. És a jövő, hogyan alakul a jövő? Itt látható a lilium virág, jelenti a tisztaságot, a tiszta gondolatokat, a tiszta érzelmeket. És megbízhatsz ebben, hogy itt majd tisztázódnak a dolgok. És ez volt az általános jóslás, ez a hármas kapcsolat, de megvan arra a lehetőség, így kicsit változtatok a képen, így nekem jobban tetszik, ha minden olyan szépen van itt a képernyőn. Tehát megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, akkor az személyes, a díjam az 4000 forint. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, köszönöm szépen. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!